Előszó. Még véletlennek is kivételes, ha egy írói mű, alkat és személyiség jobb megértéséhez olyan kalauzt kapunk magától az írótól, mint az orvos Csárd Gézának az elmebetegségek pszichikus mechanizmusáról írott könyve. Ez a mű nem csak az irodalom történet számára volt eddig ismeretlen kútfő, de igazában a szakirodalom is elfeledkezett róla. Noha a szerző éppen a széleskörű tájékozottsága alapján írhatta túlzás nélkül, a kísérlet, amelyet az olvasó maga előtt lát, tudtommal az első részletes és teljesen keresztül vitt paranoia analízis. Úgy kell tehát olvasnunk, mint értékes felfedezést, váratlan ajándékot, mely, ha megkésve is, bizonyára megtermékenyíti a Csát életműegészének analízisét. Előjáróban itt csak néhány szempontot kínálunk a mű olvasásához. Célunkat akkor érnénk el, ha az olvasó maga is feltenné a kérdést. Lehetséges, hogy Csátnak ez a szakmunkája legalább annyira intimen az övé, mint a novellái és egyéb írásai? Vajon az, amiről és ahogyan értekezik itt, nem metszőn éles leleplezése, racionális, logikus értelmezése is annak a lét és életélménynek, ami a legjobb írásai dermesztő varázsát adja? Illetve jogosan hihetjük, hogy ő, aki más betegesetekről is írt, és nyilván még sokkal többet is írhatott volna gazdag tapasztalatai alapján, nem pusztán véletlenül foglalkozott G. kisasszony kortörténetével a legalaposabban. Ha egy író egyidejűleg és a szó legrangosabb értelmében szakíró is tud lenni, minden esetben jó alkalom, hogy rendhagyóbb nyomozást folytassunk. Csát eredendően több képességű alkat. Az ilyesmi többnyire megmarad véletlen gazdagságnak. Nála azonban eszközzé, belső kötelezéssé lesz, hogy az életigenlés és megismerés határait törési pontig tágítsa. Olvassunk bele az önéletrajzába. Apám hegedűművészt akart belőlem nevelni. Gyorsan és jól fejlődtem. De az alkotás vágya megölte bennem a gyakorlatozáshoz szükséges türelmet. Festő akartam lenni. Bizarr színkeverésemet és elnagyoló, vázlatszerű rajzolási modoromat azonban rajztanárom kinevette egy szegedi kiállításon, Ripőrónai paszteljeiben igazolását láttam mindannak, amit rajzolásról, festésről magamban elgondoltam. Ugyanígy jártam a dalaimmal. Kezdettől fogva szabad atonális harmonizálást, aszimmetrikus ritmus kombinálásokat alkalmaztam bennük, s apám kijelentette, hogy amit írok, az nem zene. Amikor Budapesten először hallottam Debussyt, ugyanaz a nagy öröm volt részem, mint Szegeden. Az írással simán ment a dolog. 14 éves koromban mutatkoztam be először. Jött az érettségi, aztán az orvosegyetem. Egy napon azonban ráhatároztam magam, hogy bekopogtatok a Budapesti Naplónál. Adi Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért. És befogadtak a csodás atléták. Felületesen már ez is sejteti, hogy ez a fiatalember nem keveset vár az élettől, sem magától. S gyaníthatóan mindenben ugyanazt. S ami egy egyéniségben összefügg, az valami módon a külső teljesítményben is nyomot hagy, mint meghatározó áthallás. G. kisasszony naplójában van egy csodálatos látomás az univerzum és ember kapcsolatáról. A napnak alsó kihűlt részéből indulnak ki a nap láthatatlan karjai, sugarai. Az ő millió és millió karjai, végükön fejjel, nem egyebek, mint láthatatlan sugarak összetételei. A miénünk tehát nem egyéb, mint láthatatlan sugarak összege. Nem tagadhatjuk meg csodálatunkat a kisasszony intuíciójától, amely számunkra is használható hasonlatot vizionált a mindent egységesítő szerves összefüggésről. Röviden, egy kortörténet részletes és teljesen keresztül vitt analízise miért lenne más, lényegét tekintve, mint amit az író végezel a saját nyersanyagával, amikor értelmezhetővé rendezi. Hozzátéve, hogy a pszichiátria és pszichológia az irodalommal legrokonibb éghajlatú két tudomány. Csát rendhagyó jelenség. A századforduló irodalmának egyik legmesztelenebb rejtélye.
Rövid 32 évébe beszorított életműve a teljes nyitottság pillanatában szakad meg tragikus hirtelenséggel. Pontosabban úgy, hogy miközben a nagyszabású folytatás ígéretét nyújtja, műveiben számtalan jelzést ad, élete tényeiben pedig már nem is csak jelzést, hogy a valóság élmények ostromlása terén nem hajlandó és nem is képes megalkuvásra. Mindenütt a határzónák vonzzák elemi erővel, akár az önpusztításig, egy fontos is szócska közbeiktatásával. Csádban ugyanis semmi sem egyértelmű, s ha lehet, még sokkal démonibban nem az, mint néhány rokonkortársában, akiket ködlovagoknak szoktunk nevezni. Csupán kérdés, hogy mit értünk ezen. Néhány novellája a világirodalom legbámulatosabb mértéktartással megírt lidérces műve közé tartozik. Ösztön és tudat olyan archaikus frissességű konfliktusait tárja föl, ahol a bűnben és a megengedhetetlenben ugyanolyan érvénnyel van jelen a megfellebbezhetetlen ártatlanság is. Idézzük fel röviden az anyagyilkosság témáját és világát. Ahogy a két Whitman fiú a szeretőt tartó özvegyanyjuk mellett élnek, ahogy nagyúri foglalkozásnak ismerték föl az életet, s öntudatlanul és korán a saját szükségleteikhez formálták az időt. Padlásokra mászkáltak, régi ládákban szagláztak, macskákat hajkuráztak. Kifogyhatatlanul érdekelte őket a fájdalom misztériuma. Nem egyszer megkínozták egymást is. Vagy ahogy egy bagolynak egyenként kiszedik a pihéit a melléből, és figyelték, amint a titokzatos madár szemében a fájdalom színes tüzei egymás után kigyúlnak. Aztán drótokkal csavarták körül a szárnyának tövét, a lábait, a csőrét, és így kipeckelve sokáig szótlanul bámulták. Arról beszéltek, hogy a madár tulajdonképpen csak egy ház, ahová a kín beköltözött, és ott lakik, míg csak a baglyot meg nem ölik. Úgy érezték, hogy valami feszes ruganyosság szállja meg a tagjaikat, mintha a lekötözött vonagló állat hiába pazarlott ereje feléjük, rájuk suhanna. Vagy ahogy az első szexuális játék után Whitman fia a bagolyra gondolt, és átvillant az eszében az, hogy mindaz, ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres egyszer mind. Ahogyan lehúzták magukhoz a leányt, csókolták, harapták, ölelték, mind a ketten ütni kezdték, csipkedték, leszorították, hengergették és megkínozták. Vörösre pirult arccal simultak rózsaszínű sejem pongyolájához. Ahogy otthon a szobájukba zárkóztak utána, és megállapodtak abban, hogy amit tapasztaltak, az összehasonlíthatatlanul felülmúlja összes eddigi kalandjaikat, még a bagoly kínzását is. Ahogyan leszögezik, csak ezért érdemes élni. Ez az, amit annyi fáradtsággal kerestünk. Majd végül, hogy ékszerajándékot vigyenek a lánynak, leszúrják az anyjukat, s utána levetkőztek, ágyba bújtak, és az izgalomtól holtra fáradva, pár pillanat múlva már mind a ketten mélyen aludtak. Hogy aztán másnap kora reggel fölkeressék a lányt, aki kipirult arccal mélyen aludt, kitakarták és megcsókolták, aztán előszedték a zsebekből a drágaságokat, rárakták a hasára, a melleire, a combjára, s ígéretet téve, hogy még aznap vagy másnap visszatérnek hozzá, siettek az iskolába. Ha azt vesszük, hogy a két fiú végsőkig vitt cselekedeteinek óramű pontossága, hibátlan logikája, célszerűsége, két olyan lélekben természetes, akik semmivel sem akarnak többet, mint önmaguknak jót vagy jobbat, ez önmagában a legemberibb. Csupán kötelezőnek szoktuk érezni, hogy ennek a törekvésnek határai vannak, kell legyenek. De ha mondjuk a történelmet nézzük, miféle határt ismer az emberi történés összfolyamata? Az a csát, aki ilyen és ehhez hasonló novellák világába merül le, vajon ködlovag? Nem mi tűnhetünk inkább annak ő mellette? Ugyanez a csát azonban a földhöz tapadt valóság olyan panoptikumában is otthonos, amilyen a századforduló bácskája volt, sőt,
Az a vérbő verista kép, amit a novelláiban, számos cikkében, tárcájában, néhány színdarabjában rajzol róluk, már sokban előlegezi azt a nagyepikai tablót, melyet a kivilágos kivirrattikba hanyatló Magyarországról majd Móricz alkot meg. Ha igazságosak akarunk lenni, Csátot a legjobb esetben is csak egy hasadt és szabdalt lelkű ködlovagnak nevezhetnénk, akin több évi szellemi, erkölcsi és testi küzdelem után végül is a morfium arat győzelmet és végez vele. Élete és műve olyan végleteket csomóz össze, ami nem is lehet más, csak konfliktus teremtő. Az elrendezhetetlen teljesség szomszédságában együtt birtokolni és élni mindent. Nem két vagy több, lehetőleg minden képességet latba vetni és kipróbálni. A duhaj élveteg, a herdáló önpusztító bácskaiság mákonyának kóresetei, melyeket annyira jól ismert és megfigyelt, szomorú kiszerűségek az ő kalandjához képest. Noha, s ezt fontos hozzátenni, ugyanannyira vonzotta a kor másik nagy trendje is, a gyors kapitalizálódás légkörében kiharcolt józan karrier. Csupán az ő több irányú alkata számára volt és lehetett ez bonyolultan kevés, illetve a feladat annál kényszerítőbb. Úgy és annyit hódítani ebből a tartományból, hogy annak a révén is elsősorban a szellemi tartományokat egészíthesse ki a totalitás felé. Másik fontos mozzanat, ez a sikerre, nőkre és hírnévre vágyó fiatalember mindig partizán maradt. Az irodalomban épp úgy, mint a magánemberi, társadalmi és politikai ügyek terén. Sehová nem tartozott. Csupán mindenről véleményt alkotott, s makacsul igyekezett is nyilvánosságot szerezni magának. Lásd irodalmi, politikai, kritikai publicisztikáját. Éppen csak a magatartása volt olyan, hogy a gyakorlati integrálódást eleve lehetetlenné tette. Újabb konfliktus magva ez, amely a totalitás igény következménye. Az ugyanis ellenez bármiféle valódi integrálódást, mert önkorlátozásnak, önfeladásnak éli meg. Olyan alapvízió légkörében otthonos, melyben a jelenségek és tények, a belső és külső normák egyetlen valóság és élményjárulékai, és integrálódni csak ehhez, ebbe a gyakorlatilag virtuális egyetlenbe szabad. Még nem volt gyakorló morfinista, amikor az Ópium című írásban már előlegezte magának a maradéktalan megismerés feltételét, egy nap alatt élni 5000 évet, ami egy év alatt körülbelül 2 millió évet jelent. Jogos hát azt gondolnunk, hogy a morfiumban, természetesen egyéb ösztönző motívumok mellett, döntően mégis ehhez az egyetlenhez keresett, és nem talált segítőeszközt, utat. Csát fontosnak tartja kiemelni, hogy szakmunkájában a psziché ép és kóros életműködéseinek tanulmányozásából szerzett tapasztalatait foglalja össze. Író orvos énje a szokottnál is világosabban érezhette, hogy minden mű valamiképpen kórrajz, kórismertetés. Komplexek és reflexek bonyolult játéka és struktúrája, mint egy farkas szemnézés a különböző pszichózisok csábító analógiáival, melyeknek előfeltétele minden lényegnyomozó irodalmi mű fikciójában benne van, legalábbis lappangva, vízjelszerűen. Miként mindannyiunkban, vagy az emberi történés egészében, a történelem kortörténetében. S a megértés csak ilyen elemzés eredménye lehet, hogy mennyire így van ez, a pszichológia elsősorban analitikus szemléletű irodalmának eset és példatára igazolja. Csátnál viszont, nem véletlenül, az irodalmi és történelmi példák bősége a feltűnő. Lehetséges volna, hogy G. kisasszony kor történetének átfogó feldolgozása Csát soha meg nem írt regényeit helyettesítő olvasmányul is kínálkozik, mint regényformátumú sorselemzés szaknyelven. Valami ilyesmire gondolunk. Próbáljuk meg felvillantani G. kisasszony pszichózisának számunkra is érdekes csomópontjait. A kisasszony én komplex rajza, Csát felfogása szerint 14-15 éves korában így fest.
Szexuális komplex, igen érzékeny és állandó izgalomban van. Egészség komplex, igen érzékeny, állandó kellemetlen izgalom, az elevenem való eltemettetés kényszer gondolata. Pénz komplex, kellemetlen izgalom, a szegénység gondolata, elégedetlenség. Aktivitás iránya, jobb anyagi körülmények, csak házasság árán volna elérhető. Erkölcsi komplex, igen érzékeny, aktivitás iránya, kitüntetés. Tényleg nagy szorgalommal tanul, és bizonyítványa mindenkor csupa kitűnő. Faji komplex, érzékeny, de csak sérelmek iránt. Ha szemére vetik zsidó voltát, nagyon fáj neki. Hogy ezt elkerülje, foglalkozik a kikeresztelkedés gondolatával. Vallási komplex, anesztéziás, atrofizált. Már nem hisz Istenben. Nagy érdeklődéssel olvassa az újságokban a természettudományos dolgokat. Meg van győződve, hogy a halál után nincs más élet. Az analízis a szexuális komplex túlérzékenységét találja a legfeltűnőbbnek, s a kisasszony életének külső eseményei úgy is alakulnak, hogy a többi komplex szükségszerűen annak a függvénye lesz. Soha így dologról nem fogok beszélni, nem tudom, nem akarom tudni, hárítja el a szexuális kérdések megbeszélését. Miután már kislánykorában is bújt a férfiak elől, kezdetben csak aggodalmi neurózisról lehetett szó, s azt Csát feltételezése szerint olyan korai trauma hozta létre, amely analízissel ugyan nem mutatható ki, de minden valószínűség szerint végbe ment. Ezzel egyidejűleg erősödik meg benne az élve eltemettetéstől való félelem. Közben anyja súlyos beteg lesz, akit önfeláldozóan ápol, noha szüntelenül szorong, hogy el fogja kapni tőle a tüdőbetegséget. Félelmét szeretné maga előtt is titkolni, miközben azzal is tisztában van, hogy a szoros együttlét a beteggel komoly veszélyt jelenthet. Ebben az időben olvas először a hipnózis, a befolyásolás praxisáról. Aztán meghal az apa, a szeretett anya. Hamarosan idősebb kérő tűnik fel a láthatáron, aki az anyagi biztonságot jelenteni. De van egy másik férfi is, akihez a szexuális komplex érdekei vonzák. Mint hogy a férjét nem tudná megcsalni, csak olyanhoz mehet hozzá, akit szeret. Mit tegyen? Ez a lány egészében szeretné ismerni és végigélni az életét, jegyzi meg Csát. Vagyis a kisasszony szeretné visszautasítani a kérőt. Viszont mit csinál akkor, ha a másik férfinak ő nem kell? Újra a magány, a szegénység vár rá. A konfliktus nem kínál egérutat. Ekkor történik, hogy a körúton szellő legyinti meg az arcát. Egy erő, mely arra akarja kényszeríteni, hogy menjen hozzá az idős kérőhöz. Döntően új helyzet. Most már úgy utasíthatja el a kérőt, hogy ezzel az idegen erő, az idegen befolyásolás ellen küzd, a felelősséget elhárítva magától. Azaz, maga előtt is hitelesebben titkolhatja, hogy a szerelem mellett döntött, és nem kell nyíltan bevallania, hogy valójában buja és erkölcstelen. A fiatalember azonban, akit szeretni tudna, eltűnik az életéből. A trauma kiteljesedik, egyetlen vágya sem fog teljesülni, valamennyi komplexe sérül. S megoldásképpen a befolyásolás ekkor vált át üldöztetési téves eszmévé. Az idegen erő átalakul lényé, ördöggé, aki szintén férfi, s ha üldözőként is, de törődik vele. És ő ennek az ördögi lénynek mond nemet, miután minden éjszaka várja, hogy az kivégezze őt, ahogy a szűzlány várja, halogatja az átengedést, a deflorációt. A kisasszony számára tehát a pszichózisban kezdődik meg a nemi élet. Szabadon fantáziálhat, senki nem vádolhatja érte, hiszen minden erejével küzd a rossz, a buja ellen. Amire az élet nem kínált lehetőséget, a pszichózis annak teremti meg, így vagy úgy, a maga pótszerváltozatát. Sőt, ennek révén az egyéb komplexek számára is kielégülést biztosít. A lényt egyetemes hatalommá növeszti, az Isten tulajdonképpen ördög.
világismereti rendszert épít köréje. S a kisasszony, aki tele van ambícióval, tudásvágyjal, és vonza a hírnév, világra szóló felismerésével ezeknek a vágyainak is eleget tud tenni. Elméletét írásban rögzíti, kéziratát az orvosokra bízza, hogy hozzák nyilvánosságra. Az ügy érdekében szervezkedésre, akcióra biztatja őket. Nagy izgalommal és sikerélménnyel adja elő gondolatait az zárt intézeti hallgatóság előtt, stb. S mindezt úgy, hogy karakterének kivételes szemérmességét egy pillanatra sem kell megtagadnia. Hiszen vágy kielégüléseihez úgy jut hozzá, hogy közben szüntelenül tiltakozik és küzd ellenük. Minden vonatkozásra kiterjedő logikus gondolatrendszere a leplezés mesterműve. S eleplezés manőverei során olyan totalitásra tesz szert, világát úgy kitágítja, olyan jelentőséggel ruházza fel, amire s amilyen totalitásra, valljuk be, sem a kérő elfogadásával, sem egy szerelmi házassággal nem lett volna módja. Sokkal kisszerűbb boldogság várt volna rá. Ez pedig csak látszólag frivol megfogalmazás. Ha szenvedések árán is, ami az épp és kóros életműködéshez egyformán hozzátartozik, a kisasszony kiválasztottnak érezhette magát. A totalitás szomszédságában. Vagyis pszichózisa optimális célszerűséggel oldotta meg a megoldhatatlan konfliktust. Csát megjegyzi, hogy mikor magára hagyták, vagy úgy vélte, hogy nem figyelik, általában nyugodt, elégedett benyomást keltett. Tudnélik, a leplezés motívumai meg is követelték, hogy áldozatnak lássák, és észrevegyék rajta a szenvedést. Ha jól olvassuk, a mi szempontunkból ezt a kortörténetet, nehéz ellenállni egy olyan feltevésnek, hogy mindaz, ami Csát személyiségéből és műveiből kiolvasható. Itt kóros ellen analogonként jelentkezik, legalábbis a fontos vonatkozásokban. Pontosabban egy sajátos negatív analógiára gondolunk, amely éppen azért érinthette mélyebben Csátot, függetlenül attól, hogy G. kisasszony naplója írói szempontból is figyelemreméltó teljesítmény, mert a kisasszony és a saját lét és életélménye között túlságosan is pontos volt a motivációk ellentéte. Mai hasonlattal, ahogy a 12 teli és null találat analogonja egymásnak, tudnélik az ellentétük pontossága révén. Csát én komplexeinek átfogó térképét megrajzolni természetesen sokkal bonyolultabb feladat volna, mint G. kisasszonyét. Pusztán azért, mert a pszichózisban működő célszerűség és gépiesség, automatizmus leplezetlenebbül működik a leplezés érdekében. S ha van logikus paradoxon, akkor ez példaszerűen az. Csát viszont az egészség reflexeit feszíti az elviselhetetlenség határáig. Úgy utasít vissza minden leplezést, mint a legkönyörtelenebb távcső vagy mikroszkóp. Nem ismer határt. A kisasszonnyal ellentétben még legenyhébb formájában sem ismeri a szemérmességet, legyen bármiről, bármilyen szféráról is szó. Éppenséggel a szembenézés, a lemeztelenítés, a pótszermagyarázatok és gondolatkonstrukciók szenvedélyes elutasítója. Nem ködösít, nem menekül. Szüntelenül és a legvégsőkig kiteszi magát, miközben az épp egészséges értelmét ütközteti meg mindazzal, amire a ráció sehogy vagy csak kényszeredetten kínál megoldást. Úgy is mondhatnánk, a köznapi értelemben vett egészség kóros túlzása lesz a veszte. Arról a leplezésről mond le, ami szükséges ahhoz, hogy ne legyünk áldozatai a Nietzsche-i élménynek. Aki túl sokáig néz a szakadékba, beleszédül. Az egészségnek szüksége van paravánra. Valamiféle szemérmesség szükségeltetik, hogy a valóságot olyan szemüvegen keresztül tudjuk és akarjuk nézni, ami megóv attól a felismeréstől, amire a kizárólagosan logikus, racionális tisztázás vezet. Aminek a távlata, illetve távlat hiánya, és éppen ez a legdrámaibb Csát egészségkor történetében, már-már csak a morfium eufóriát követő közérzettel rokonítható. 1.
Minden emberi cselekedet, iparkodás, szorgalom, munka kinevetni és gyűlölni valónak tűnik fel. 2. Minden beszéd fárasztó és buta. 3. Minden terv kivihetetlen és rettenetes. 4. Minden nagyszerű, szép és nemes, elérhetetlen és céltalan. Ugyanis, ha pusztán csak rációval tágítjuk a tér és idő végtelennyébe az emberi létezés végiggondolását, objektíve is szükségszerű, hogy egy ilyen közérzet megkísértsen bennünket, s legalábbis kérdésessé váljon az emberméretű és aurájú célok és hitek végső értelmessége. Azaz, minden volt és leendő szubjektív létértelmessége is, ha csak nem tartjuk kielégítőnek az olyan döntést, hogy a lét talányos öncélúság, amit a ráció természetesen csak a leplezés mechanizmusának olyan alkalmazásával tehet meg, amilyenre G. kisasszony pszichózisa is kénytelenedett, hogy optimális célszerűséggel oldja meg a megoldhatatlan konfliktust. A kisasszony pszichózisa, noha rációja nem engedi, hogy vallásos értelemben higgyen, mégis sajátos vallást komponál magának, túlvilággal, halhatatlan lélekkel, hogy azt az életet, amelyet él, még ha leplezés, paravánok árán is, de elviselhetővé és értelmessé tegye. Csát, aki maga is szenvedélyesen meditál a természettudomány végkövetkeztetéseiről, számos cikkben, tanulmányban foglalkozik ilyen témákkal, a megválaszolhatatlan szférák ellensúlyozására sem a vallásos hitben, sem a társadalmi-politikai cselekvésben nem találja meg azt, amit totalitás igényével keres. Mint ahogy a pszichózis leplező mechanizmusa is idegen számára. Bármennyire bizarrul hangzik is, végső soron az értelme veszi rá, hogy a morfiumhoz nyúljon. Mégpedig az itt fejtegetett értelemben azzal az ábránddal, hogy a földi, illetve a kozmikus tér és idő megélhetetlen élményét, ha viszonylagosan is, az ember élet rövid pillanatába varázsolja bele. Vagyis nem közvetlenül az irreálisba helyezi ki a reálisat, célszerűen és gépiesen, mint a pszichózis, hanem a reális életet próbálja az irrealitásig totálissá tenni. Csak éppen ez a reménye bizonyult tévesnek. De még ennek a következményeit is úgy vonja le, hogy legelesettebb állapotában sem nyúl a leplezés manővereihez. Az utolsó pillanatig értelemmel néz szembe saját bukásával. Viviszekciós könyörtelenséggel figyeli, hősiesen biztatja, majd ugyanúgy el és meg is ítéli magát. Most már szenvedj, kutya, ronda szemétember, szenvedj és rágd a falat. Meg kell tennem, tudnélik elhagyni a mérget, mert különben az elmebetegség vár rám. Komám, szedd össze magad, szóltam, mert meg fogsz dögleni. Komám, meg fogsz dögleni. Kiadatlan naplójából idézzük ezeket a megrendítő sorokat, és ugyanott olvashatjuk az ópium apológia megtagadását is. Istenem, még 34 év élet, amelynek minden napja többet ér, mint ez az álgyönyörrel és valódi keserves szenvedésekkel telített élet, amely csak 5 évre van tervezve, de amelyből 100 év se ér fel ennek a 34-nek reális, igazi élvezeteivel. Majd másutt, szintén a naplóban. Be kell látni, hogy az élvezetekben nem lehet a végtelenségig menni. Való igaz, hogy az öröm és fájdalom egyformán elviselhetetlen egy igazi morfinistának. Minden józan kritika elvész, és ami elképzelhető, az már mint igazság jelenik meg, ugyanazzal a teljes örömmel kísérve, amit egy igazság belátása okoz, akkor is, ha az igazság ránk nézve kellemetlen. Azután mindenért a pantopont okoltam, amely eszemet megrontotta, és vonatkoztatóvá, illúzionistává tett. De van ereje leszögezni ezt is. Ma is vallom, hogy a két rossz közül a morfium kisebb rossz. Aminek tanúi vagyunk itt, az értelem önmegőrző öngyilkossága.
Gyékisasszonytól mi sem állt messzebb, mint ez. De nyomozhatunk egyéb nyomjelek után is, hogy még világosabbá tegyük a negatív analógiát. A szorongásos neurózis adottsága például, sőt, valamiféle korai trauma előzmény feltehetően csátnál sem hiányzott. Ezt azonban csak a legnagyobb óvatossággal vethetjük föl. Csát úgy véli, hogy a kisasszony félelme az eleve nem való eltemettetéstől szexuális traumára vezethető vissza. Ki is fejti, hogy miért. Bennünket itt most nem az érdekel, hogy a pszichoanalitikai szempontból egy ilyen vélelem vagy állítás ma mennyire és milyen formában fogadható el. Csát így vélte. Számunkra ez a döntő. És az a mód, ahogy ő válaszolt egy feltételezett, hasonló traumára. A trauma, amelyre gondolhatunk, kétszeresen is áttett és képzeletben továbbfejlesztett szituáció. Csát 8 éves volt, amikor az édesanyját elveszítette. Sok szövegrész, motívum sejteti, hogy idő múltával a szokottnál erősebb érzelmi emlékkapcsolat fűzte az édesanyjához. Egyik korai novellájának találkoztam az anyámmal alaphelyzete. Anyám meghalt, amikor én születtem. A szülésbe belehalt anya személye a gyermek számára éppen a határán van annak, hogy a saját élve eltemettetésének a képzetét is hozzá gondolja. Meghalni az anyában. Mint reális lehetőséget, eshetőséget, ami bekövetkezhetett volna. Ha így olvassuk a novellát, egyszerre olyan távlatot kap, amely az itt követett gondolatsort erősíti meg. A novella hőse, lányok és asszonyok kedvence, elfeledkezik az anyjáról, de egy éjszaka rájön, hogy találkoznia kellett vele. Ezzel a lebegtetett múltidővel álom és valóság senki földjére helyeződik a novella színhelye. Éjszaka, májusi rét. Itt találkozik anya és fia. Már-már szerelmes sétát tesznek az erdőig, ahol el kell válniuk. A fiú meg akarja ölelni anyját, de az kis megbántottsággal néz rá, és megbocsát. A fiú csendes imádó bánattal néz utána. Traumát emlegettünk az előbb, de inkább csak azért, hogy jobban felfigyeljünk rá. A korán elveszített anya halálának az emléke Csátot milyen típusú és atmoszférájú írásra ösztönzi. Úgy érezzük, a novella tudatosan naív, lírai elaborálása a konkrét személyes élménynek. Csát itt sem tagadja meg magát. Írása tipikusan racionális álmodozás és kompenzálás. Az értelemmel nem követhető szituációt az értelem játékosságával közelíti meg. Vagyis nem hívő romantikával, irracionalizmussal és leplezéssel. S még ha kimutatható volna is nála egy szexuális komponenssel átszövött korai trauma az anyja elvesztésével kapcsolatban, vagy éppen egy erre ráépülő, lappangó, szorongásos neurózis, a döntő mégis az, hogy a maga által feltételezett és tovább fantáziált hasonló helyzetet milyen szellemben és módszerrel ragadja meg íróként. Tudnélik, az elaborálás módját éppen ez árulja el igen érzékenyen és többrétűen, mint Gyékisasszonyét is a naplója és a pszichózisa. Csupán példának adtuk ezt a rövid elemzést. Az ilyen és ehhez hasonló összefüggések feltárása lehetne feladata a további kutatásnak, az egész életmű motívum világára kiterjedően, beleértve az esztétikai, zenei, stb. Teorémákat és gondolatkonstrukciókat is. E szakmunka és a napló tükrében. Látványos egyezés a tüdőbajtól való félelem, melyet Csátnál a morfinizmus konkrét kiváltójaként szoktunk számon tartani, és külsődlegesen az is volt, miután apicitiszt állapítottak meg a tüdejében, sőt, maga is megjegyzi. Tehát elért, amitől a legjobban rettegtem. Vagy később. Nem akartam gondolkodni a dolgomon. Azok a rémes képzetek, amelyekkel a specif megbetegedés nálam össze volt kötve, arra kényszerítettek, hogy meneküljek előlük. Tehát a menekülés, mint pszichés alaphelyzet, nála is exponálva volt.
Szexuális komplexéről is elmondhatjuk, hogy állandó izgalom, és az egészségnek inkább kóros, mint természetes túlzása jellemezte. Naplójának első és nagyobbik részét a csábítások dokumentobjektivitású, a koituszok számának leltári pontosságú rögzítése teszi ki. S hogy szexuális komplexe az egyéb komplexeket is rendhagyó módon tudta motiválni, naplójának egy másik részlete világítja meg. A magam számára csak olyan hűséget tartok becsesnek, amely tisztán szexuális okokon nyugszik. Mihelyt azt látnám, hogy ó, csak anyagi vagy erkölcsi okokból, vagy csak a kettő révén hű hozzám, mindjárt elhagynám. Erkölcsileg és anyagilag nem, de szexuálisan minden esetre, rögtön. A látványos, külső kitűnni vágyás annyira erős volt benne, hogy ilyen olcsón hiú gondolatok is foglalkoztatták. Végigmenve a Váci utcán, a temérdek jól öltözött ember rossz kedvre hangolt. Láttam, hogy léteznek nálam jobban öltözött urak Budapesten, holott én nekem az felelne meg, ha magamat tudnám e tekintetben a legjobbnak. A kitűnni vágyás azonban a kitüntetés értelmében is igen fontos volt számára. Tanársegédi kinevezése elmaradását már-már gyermekes indulattal fogadja. Bosszúm azonban el fogja érni, tudnillik Moravcsik professzort. Nemes bosszú lesz, de kutyául fog fájni neki. Egy kis regényt fogok szentelni az ő Napóleoninak képzelt élete leírására, alakjának megrajzolására és a klinikai piszkok méltó bemutatására. Ennek a regénynek annak idején országos érdeklődést kell majd keltenie. Pénzkomplexének aktivitás iránya szintén durván leplezetlen. 6-8 között karrier munka. Este színház vagy írás. A következő hét így fog lejátszódni. Ha erre nem leszek képes, elveszett fickó vagyok. Sőt, még fékezni is képes magát, és józan stratégián töri a fejét, anélkül, hogy a teljességről lemondana. Megmutattad, hogy képes vagy még egy nagyszerű karrier munkára. Tudsz pénzt keresni. Anyagi ügyeid eléggé rendbe jöttek. Mit akarsz mindent rögtön? Várj a sorodra. Dolgozz, és örülj a küzdelemnek magának, amely szép és nem kompromisszum gondolat ez, magát az élet lényegét képviseli. Vallási komplexek kiüresedésének mértékét már jeleztük fentebb, mikor a filozófiai háttér pszichogramját próbáltuk értelmezni. Végül az egészség komplex túlérzékenységére térhetnénk még vissza egy napló idézettel. Villanylámpám alatt nyakig ágyba bújva olvasok, mialatt a falon a pusztulás és gonosz sejtelmek árnyékai tolonganak szakadatlan mozgolódásban. Meg annyi tény és tünet, melyek, ha látszólagosan egyeznek is G. kisasszony kortörténetének tényeivel és tüneteivel, csak annál feltűnőbben utalnak a lényegi különbségre, a feldolgozásban. Sommázva, Csát semmit nem emelt át sehová, pusztán csak azért, hogy az elviselhetetlen célszerű funkciót kapjon. Leplezés nélküli együttélést vállal mindennel. A kihagyás nélküli küzdelmet vállalja. Nem segít magán kompenzáló motivációk keresésével és teremtésével, mint ahogy a két Whitman fiú sem az anyagyilkosságban. Ott is csak végsőkig vitt tények és cselekedetek vannak, felmentő motivációk nélkül. Vállalva valóság kendőzetlen, önmagában ártatlan démoniáját, a magunknak jót vagy jobbat akarni magatartás önmegsemmisítő következetességét. Hasonlóan az emberi lét összfolyamatához, a történelem racionális célban megfogalmazhatatlan masszívumához. Ilyen olvasatban ez a szakmunka úgy áll előttünk, mint megrázó vallomás, én regény, mely végső kicsengésében csak ugyan végső kérdéseket dob elénk, ha párhuzamosan olvassuk az író Csát műveivel, s mindkettőt rámásoljuk az életeteményeire. Együttes értelmezésük és értékelésük kínál csak igazi megfejtést.
az ad abszurdum vállalt értelem bukik itt el, hogy ne kelljen megalkuvással méltatlanná válni hozzá. És az a hazugság pusztítódik el közben, mely az életet úgy képes emberivé domestikálni, hogy a végső igazság fenevadja is megjelenhessen benne, megszerídítve. Csát tragédiája, hogy nem talált, nem mert játszótársat találni az értelem mellé. Mészöly Miklós.